1881. február 3-án Makon látta meg a napvilágot Galamb József. Iskoláinak első éveit szülővárosában végezte, majd Szegeden folytatta tanulmányait, ott figyeltek fel geometriai rajzaira. Az üzemmérnöki diploma megszerzése után a Diós Vasgyárban dolgozott, egy ösztöndíjnak köszönhetően több külföldi autógyárban tevékenykedett, és két év amerikai tartózkodás után a Ford gyárához került. Hamarosan ő lett a Ford T-modell főkonstruktőre. Megalkotta azt az autót, amely négy kerékre tette Amerikát, sikere bejárta az egész világot, de hazájára és szülővárosára mindig büszkén gondolt. Makováros a Galamb születésének 135. évfordulója kapcsán idén is visszaemlékezik a híressé vált gépészmérnökre. 2016 a híros makaiak éve lesz, melynek első programja Galamb Józsefhez kapcsolódik. Holnap 10 órától konferenciát tartanak a József Attila Múzeumban, ahol többek között Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató, Szilágyi László, a Marosparti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sportegyesület elnöke, valamint Galamb Erzsébet, a családtagja ad elő. A konferenciát követően 12 órakor megkoszorúzzák a főtéren álló Galamb József szobrot.